ma már fogalmam sincs, hogy miért, de sokáig óckodtam attól, hogy elutazzak Jeruzsálembe. Nem tudom megmondani az okát. Aztán, amikor sorra került, és egy ciprusi hajóúttal egybekötve ellátogattunk ebbe a városba, akkor azt éreztem, hogy nekem ez az egész nem idegen. Általában, amitől az ember tart, vagy amitől az ember fél egy kicsit, beigazolódik róla, hogy hiába tette, sőt, rendszerint az eredmény annak az ellenkezőjét mutatja. Hát így jártam én Jeruzsálemmel. És Jeruzsálemben találkoztam ezzel a bizonyos kekszfélével, amit arab keksznek nevezek én. Fogalmam sincs, hogy ott mi a neve, de érdemes mindenképpen megjegyezni, kipróbálni, nagyon sokat tenni belőle, mert valami elképesztően finom, és teljes egészében gluténmentes, mert hogy voltak éppen mandula lisztből és jégcukorporból áll az egész. Az arab keksznek a kakaós, diós, fahéjas változatát fogjuk most elkészíteni. Én ezt választottam, mert ezt szeretem a legjobban. Az első lépés az, hogy meg kell főznöm cukros vízben a diót. Néhány percig fogjuk párolni csak, és utána majd hagyjuk, hogy kiszáradjon. Mikor már kezd illata lenni a diónak, onnan, és kezd egy picit bebarnulni a víz, onnantól kezdve már jó is. Sokan azt mondják, hogy a keksz a világ legunalmasabb étele, mert hogy az ember eszi, dől az orrán, száján, fülén a fűrészpor, se íze, se zamata, se leve, se szaftja, és hogy ez egy rettenetes dolog, mert hogy ellentétben velem, aki viszont rajong a száraz süteményekért, meg a kekszekért, ugye én a bot két vége vagyok, számomra nincs bot közepe, ezért mindig csodálkozom azon, hogy hogy vagyok képes egyik pillanatról a másikra eljutni, a bot egyik végéről a másikra, úgyhogy azt gondolom, hogy talán átugorhatom, mert vagy az egyik oldalon ez a krémbombák, és akkor a nem tudom, minden folyik, és én úgy szoktam mondani, hogy szlutyós az egész, vagy pedig porszároz. Gyakorlatilag átmenet nem nagyon van. És azonnal megcsapja az orrunkat ez a finom, édesfűszeres, kakaóporos, fahéjas keleti illat. Természetesen én a magam részéről fogok beletenni vaníliát is. Erre a mostani könyv előkészítésére, sütésére, forgatására, fotózására nagyon felszerelve érkeztem. Sokféle dolgot hoztam magammal Spanyolországból, többek között felszerelkeztem majdnem egy liternyi vanília aromával, és elhatároztam, hogy ami megmarad, abban a végén megfürdök. Fogjuk le, ne meneküljön! Kekszek azért is nagyon
fontos szereplői az én életemnek, mert mivel nem egy szanatóriumban dolgoztam ápoltként, vagy tartózkodtam ápoltként egész életemben, hanem amikor reggel 6-kor felkeltem, már úgy éreztem, hogy 2 órás késésben vagyok, és a legkevesebb gondot arra fordítottam, hogy reggelizzek, ebédeljek, vacsorázzak. Én tulajdonképpen az egész életemet kekseken élve töltöttem el, mert hogy mindenre volt időm, csak arra nem, hogy elmenjek mondjuk és ebédeljek, vagy leüljek és ebédeljek, vagy nem tudom, ezeket így kihagytam. Ennek a tésztának ennyire lágynak és tapadósnak kell lenni, mert különben nem omlik majd szét a szánkban, amikor megesszük. Nagyon csinos kis ágyúgolyó. És akkor semmi mást nem kell tennünk, mint ilyen kis ovális lapos formákat készítünk, és az előre kikészített jégporcukorba, sima porcukor nem jó, jégporcukorba megforgatjuk, behelyezzük a sütőlapra, a közepét megnyomjuk, és a megfőtt diónkat beletesszük. Azért nagyon fontos, hogy jégcukrot, jégcukorport, de hogyha jégcukorkristályt találunk, azt is meg lehet őrölni, meg lehet darálni, azzal nincs probléma, de ez azért nagyon fontos, mert nem szeretnénk tudni, hogy mitől van, de ez a sütőben nem olvad el. Viszont édes. Ne kutassuk, hogy mi van benne. Kekszet tulajdonképpen minden országból tudnék mondani, jellemző kekszet, a skót vajas kekstől kezdve, a spanyol Maria kekszen át, a német Zab kekszen át, tehát gyakorlatilag végtelen számú variációját ismerem a kekseknek, és szeretem is megcsinálni, mert tulajdonképpen tényleg a kiszaggatásuk az, ami egy picit mondjuk hosszabb ideig tart, de mondjuk az arab keksz esetében, ami most ugye elkészül, és ennek is vannak különböző válfajai, ott még a kiszaggatással se kell vesződni, mert egész egyszerűen csak az ember golyókat formáz. Íme a kekszünk. Gyönyörű, igazi, meleg, kakaóbarna. Érzem a fahéj illatát, ahogy megpörkölődött egy nagyon kicsit a dió a tetején. Egyetlen nehézség van most pillanatnyilag. Meg kell várni, amíg kihűl, meg kell várni, amíg lefényképezik, de utána eltüntetjük. Nárai Tamás a Trilógia ízei Zara Winter kedvenc sütemény receptjei című könyve most 15% kedvezménnyel rendelhető meg a www.book.hu weboldalon keresztül házhozszállítással.